Ha kell, visszahúz bennünket, ha kell, akkor leszít bennünket. Király Gabinak a Romániában nyújtott teljesítmény az nagyon magas szintű volt, és a Dénesnek is ugye gratulálni kell, hiszen bemutatkozott a válogatottban egy nem egy egyszerű mérkőzésen. Ebből kifolyólag, meg ettől egy kicsit eltekintve is mindig nehéz visszakerülni egy csapatba, vagy megtartani a helyet, de azt gondolom, hogy a válogatott egyébként is egy kicsit különleges, hiszen itt általában mindig arról van szó, hogy ki van a legjobb formában, és az tud esetleg védeni. Sokakat meglepett az, hogy ugye a kapitány jobb védőként számolt velem, de tényleg a románokán ugye szélsőként az eredeti posztomon számított rám, azt kérte tőlem, hogy lépjek be bátran a támadásokba, húzzam meg a szélét, úgy gondolom, hogy nem vallottam szégyent. Aztán ugye egy Feröer elleni meccsen hát nem a pozíciómban játszottam, de szerintem azt is meg tudtam oldani, és hát nagyon pozitívan értékelem az elmúlt, ugye, ott ezt a 10 napot. A hangulat az jó. A csapat utóbbi 2 mérkőzésben megmutatta, hogy igenis fontos mérkőzésre tud felpörögni, és elhoztunk azt a minimum 4 pontot, amit beszéltünk meccsek előtt, úgyhogy ugyanazt a akaratot át kell vinni most péntekre, és mindenféleképpen itt van kell tartani 3 pontot. Egy nehéz mérkőzésre számítunk. Én úgy gondolom, hogy most jelen pillanatban a legfontosabb dolog, hogy megszerzünk 3 pontot. Természetesen megpróbálunk jó játékkal megnyerni ezt a mérkőzést, de ha nem sikerül, és mondjuk egy rossz csúnya játékkal megnyerünk 1-0-ra, akkor én úgy gondolom, hogy boldog kell lenni, mert most jelen pillanatban a legfontosabb dolog, hogy megszereztünk ezt a 3 pontot. Magunkkal kell foglalkozni, azzal kell foglalkozni, hogy a mérkőzéseinket megnyerjük. Úgyhogy jelen állás szerint igazából nem is nézem a csoportot, hogy áll. Arra nézek, hogy pénteki mérkőzést, mindegy, hogy hogyan, de meg kell nyernünk. Úgyhogy ha megnyerjük a mérkőzést, akkor utána már rá lehet nézni a tabellára, hogy állunk. De most így, hogy most ki hogy áll, meg számolgatni, az mindig egy olyan mellékes dolog. A lényeg az, hogy felkészüljünk a pénteki mérkőzésre, mindenki 100%-ot nyújtsa, és ha mindenki azt fogja nyújtani, ami benne van, akkor nem lesz probléma. Soha nem lehet, és nem is szabad, nem is szoktam természetesnek menni azt, amikor mondjuk esetleg védtem. Most meg egy olyan szituációban vagyok, hogy meg kell tennem, meg is fogok tenni mindent, azért úgy fogok edzeni, hogy lehetőségem legyen arra, hogy visszakerüljek a csapatba. Tényleg nehéz dolgunk lesz, de hát hazai pályán mindenképpen csak az lehet a célunk, hogy nyerjünk, és hát nagyon jó lenne továbbjutást érő helyen telelni. Jó csapat a finn, de én azt gondolom, hogy egy türelmes és okos játékkal sikeresek lehetünk. Abba látom ezt a kiegyensúlyozatlanságot, hogy sokkal több csapatnak van lehetősége arra, hogy kijusson az EB-re, hiszen 3 csapat jut ki egy csoportból, és olyan csapatok, mint mondjuk Finnország vagy Észak-Írország, meg mi, magyarok is, úgy vágunk neki ennek a selejtező sorozatnak, úgy vágtunk neki, hogy reális esély lehet arra, hogy kijusson egy csapat az EB-re, és ez mindenki szerintem külön motivációval tölt el, és ez látható a csoportnak az eddigi eredményei alapján. A görögöktől tartok, mert ők biztos, hogy össze fogják szedni magukat, azért egy jó csapat, jó játékosokkal. Az északírek nagyon jól kezdték a selejtező sorozatot, és sokszor azon múlik, hogy kezdi el egy csapat a selejtezőt, és talán az a lendület kitart az egész selejtező sorozatig. Mutattunk, hogy Romániában egy nehéz pályán, és ott nem sok csapat tud x-elni vagy nyerni a mérkőzéseket. Mi nagyon közel álltunk, hogy megnyerünk azt a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy másik félidő játék az nagyon is rendben volt, és lehet alapozni ezen. Most hazai pályán tényleg nem szabad alibit keresni, és mindenféleképpen itthon kell tartani a 3 pontot,
mert csak úgy tudunk eredményesek lenni hosszú távon, úgyhogy, de ez nem azt jelenti, hogy most görcsönni kell, és mindenféleképpen úgy ki kell menni a pályára, hogy most félelemmel vagy esetleges görcsel, hanem felszabadultan és abba bízni, hogy saját szurkolói tábor előtt meg is tudunk nyerni azt a mérkőzést. Ahogy eddig beszéltük és kiértékeltük a román meccset, meg az északír meccs, készültünk a finnekből. Hát mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan lehet ezt a mérkőzést megnyerni. Biztos vagyok benne, a lelkesedéssel nem lesz probléma, eddig nem is volt. Sőt, inkább, amit tényleg a Szövetségi kapitány többször elmondott, hogy vissza kell húzni magunkat, hogy túl pörögjünk a mérkőzésre. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ahogy a román meccsre, a Feröer-szigeteki mérkőzésre, ahogy fölkészített bennünket a Szövetségi kapitány, biztos vagyok benne, ugyanúgy fogunk készülni most is. Ha kell, visszahúz bennünket, ha kell, akkor lesz itt bennünket, úgyhogy biztos, hogy jó, fel fogunk készülni a meccsre.